A taxis, aki ott se volt. Véget ért a Balázs casting. Az a kommunista, aki mondja. A lélek 7-szer születik újra. Jó, van ez így. Elképesztő jó. Szevasztok! Hogy vagytok? Itt vagyunk újra. Nyomjuk, pörgünk. Boldog insert hétköznap, vagy várja, lehet hétvége. Boldog, ja, köszönteni kell valakit. Napot. Valamit köszöntök, várja. Mit? Múltkor is bekerült a csoport. Zsombulba. De hát az pénteken van, Ádám. Nem, hát... Azt beszéltük, nem, akkor mondja, random. Hát miért nem lehet minden nap? Pedig ma majdnem köszöntöttem valakit. Köszönj csak, hogy köszönts valakit, Ádám. Jó. Ez egy extra köszöntés. Ez egy extra köszöntés Nagykökényesben. Hol az Isten hátán? Heves megyében, bazzeg. Hol lenne? Ennyire műveletlen vagy? Van, mert egy város. Dehogy is. Akkor mindenki ott lakna inkább. Ez amúgy nem túl nagy, tényleg. Amúgy tetszik. És van busz megállója. Kettő. Amúgy jó ez a Nagykökényes. Én azt mondom, hogy ez rendes helynek tűnik. Ez egy ilyen olyasmi, mint Szomor. Megnézem az utcákat, szép rendezett. Ajánlott befektetésre? Rendben van ez a Nagykökényes, nincs ezzel gond. Na jó, ezt is megtudtuk. Mi történt az öreg taxisokkal? Mi történt a pofátlanság országában? Mi történt? Szegény taxisokat vegzálod már megint. Eljárás indul a taxis ellen, aki kisajátított és átalakított magának egy parkolót Erzsébetvárosban. Hihetetlen, vannak még jogszabályok Magyarországon, amiket be lehet tartatni. Nem baj, majd kap egy elnöki felmentést. Na várja, attól függ, hogy mentegete pedofilokat. Főtaxis reagál. Igen, ez a legfontosabb szerintem. Azt írták, hogy szerintük az érintett kocsi nem sajátította ki a területet, és van várakozási engedélye. Emellett szerintük a képek tanúságával ellentétben nem lett zöldre festve a parkolási. Már visszafestették. Ádám, kurva életben már, nézd meg. Nem lett zöldre festve. Mit mondja? Úgy esik a fény itt rá. Persze, ott hátul látszik, hogy ott úgy esik, hogy fehér, és aztán rögtön utána úgy esik, hogy zöld. Hát úgy esik. Hát, na. De ott meg fehér. Hát már fehér. Ez nem zöld. Szerintem ez szépen lassan így fejlődött, mert látod, hogy itt még ki sem volt vezetve az áram, de idő után ki lett vezetve az áram, aztán be lett festve zöldre, aztán vissza lett festve. Már nem tudom ezt követni. Nem lett zöldre festve, tehát mondta a főtaxi, ja, nem lett. Okay. Ezt eldöntöttük, hogy ebbe a valóságban élünk. A közleményükben azt írják, hogy a taxis hivatalos közgyűlési határozattal rendelkezik, ahhoz, hogy kiépítse az ajzatot, és az erre használt kábelt. Hogy így ezt az ajzatot így megcsinálja, így. És a kábelt félig belerakja abba a kosárba. És így erre kapott engedélyt, így. Hihetőnek tűnik, igen. És a kábel sem tűzveszélyes, ezt is elmondta a fő taxi. Bár azt nem pontosították, hogy milyen közgyűlés szavazott bizalmat a kültéri áramellátásnak. Nem a te dolgod. Ezt majd a fő taxi tudja. Azt hittem, a fő taxi legalább azt mondja, hogy fú, bazd meg, ez ciki, geci. És aztán így elkezdi, ú, nem, az a taxis nem csinált semmit rosszul, minden engedély volt, ott se volt, igazából nem is volt zöld, igazából nem is áram, igazából nem is tűzvesz. Minden jó. Ez nyilván azért van eljárás ellene, mert minden jól csinál. Ez a legcsodálatosabb tényleg ebbe az egészben. Sok mindent lehet mondani, de hogy miért kellett azt mondaniuk, hogy nem lett zöldre festve? Ott van a fénykép. Ha jó, de az volt, ha már visszafestették, és akkor azt mondják, hogy Photoshop volt. Meg Ádám kifestette zöldre. Ja. Mi van, ha csak oda ment valaki, ez körbefújta az autóját. Valaki kivezetett áramot a házból, és bedugta tölteni az autóját. Fel akarták ültetni a fő taxit. Ilyet ne csináljatok még egyszer, ezt a szegény taxist így megszivatni. Biztos egy lipsi sorosista volt, és így akarja alásni a taxisok renoméját. Hírnevét. Igen. Én nem is értem, ilyen emberekkel így elbánni. A legkiszolgáltatottabb überesek bosszúja. Legkiszolgáltatottabb réteg. Szegények. Képzeljétek el, ahogy beülnek hozzájuk külföldiek, és 120 ezer forintért a szigetről elviszik a nyugatiba. Ahogy egyetlen, ahogy ők ugye katások lehetnek továbbra is, és cégeknek is számlázhatnak. De mellette 90%-os költséghányaddal átányadóznak. Szegényeknek minden segítséget meg kell adni. Úgyhogy ilyet, amúgy lehet, hogy csak segíteni akart valaki. Látta, hogy ott egy szegény taxis. Ó, igen. Kivezette az áramot, hogy adok egy kis áramot, mert szegény. Megint nem tudom, drágult a benzin, körbe fújom zöldet, az legalább a parkolással ne kell már szarakodni a szegénynek. Érdekes ez a taxis világ amúgy. És még mi történt, amit elváratlan szálak vannak itt? Igen, igen. Ugye beszéltünk arról, hogy az
SMA szűrés majdnem megszűnt Magyarországon, hát bejelentette a Gulyás Gergely, hogy nem szűnik meg. Képzeld, egészségügyre költ az állam. Kéne egy ilyen eredményjelzőt is csinálnunk, nem amikor valami hasznos. Csak a pilot program zárult le. Igen, de folytatódik. Biztos nem azért, mert mindenki felháborodott ezen, hanem azért, mert ezt így is tervezték. Lehet, hogy tényleg így akarták. Én nem gondolom, hogy a felháborodás náluk az különösen. De. Igen. Persze, hát tesztelgetnek mindent, hogy mit lehet még megcsinálni. Mi lesz, visszarakják a börtönbe ezt a pedofil segítőt? Legalább eltítják abból, hogy még a suliba dolgozom most is. Ádám, megint abba kell berúgni, aki a legkiszolgáltatottabb. Erdélyben él az anyja. Nem értem, mit nem értesz. Fel vagyok háborodva, Ádám. Erdélyben él az anyja, szóval ingyen utazik egész Magyarországon, mostantól korlátlanul. Ingyen látogathatta volna a bőrűben a fiatal embert. Jó, most már tudjátok ezt is. Elegem van már sok izéből. Már... Jó, ezt még megnézzük, aztán elég volt. Pörgessük le ezeket a hülyeségeket. Fontos híreink vannak. 2,1 forint készpénzt vallott be a vagyonnyilatkozatában fideszes Fazekas Sándor. Fazekas Sándor, akit onnan ismerhetünk, hogy ő volt az az agrárminiszter, aki megtekintette az aratást. Ez volt a fő teljesítménye politikusként. Igen, nem emlékszel arra a videóra? Itt vagyunk Jászapátiban, és hamarosan megérkezik ide Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, hogy megtekintse a kézi aratás befejezését. És tekinti. Na ez az. Ő is a kommunizmusban maradt ránk? Szerintem. Nem, de minden, amit csinál, az igen. Nem sikerült teljesítenie ezt, ami tényleg amúgy a világ szégyene ez a magyar vagyonnyilatkozati rendszer a politikában, de nézd meg, egy ilyen szutykos papír kinyomtatva, és így kézzel így megigazítja a szemüvegét a fazék, és így odaír valami. 19 és felett. Hogy mi? Krumpli. De forint, nem, ott van forint. Ott van. Forint. 19 és fél forintja van. Kész. Azt hitte, hogy az alap, hogy mindenki milliókkal számolja a pénzét. És azt mondták neki, hogy írj be valamit, azt oszd el 100-zal minimum, és akkor azt írd be. Írd be azt, amiről már tudnak. Készpénz, 2,1, ezt így tudja megszámolta, vagy csak így, amúgy csak beírnak hasra valamit, mert a magyar vagyonnyilatkozati rendszer évtizedek óta bírják az átláthatóságért, küzdött civil szervezetek, azok a civile. Nem bírnak magukkal. Soros! A fő probléma az, hogy a képviselők lényegében következmények nélkül írhatnak be bármit a dokumentumba. A nyilatkozatokat nem ellenőrzi automatikusan semmilyen hatóság, és a kormánytagok, képviselők és közjogi méltóságok családtagjainak nyilatkozata sem nyilvános. Ez ugye nem jött be. Igen. Érdekes. Az fontos volt megváltoztatni, hogy a családtagoknak se lehessen megnézni. A család, Ádám, a család tilos hozzá nyúlni. Ez vajon, amikor ezt hogy magyarázzák meg, amikor mondjuk leülnék Deák Dani, vagy Dani, miért volt fontos, hogy a politikusok családtagjainak se látjuk a vagyonnyilatkozatást, nem gyanús? De úgy van, hát ők nem politikusok, nem, ők megjár, kijár nekik az, hogy ne lássad, mert nem politikusok. És biztos vagyok benne, hogy felhozni egy példát, hogy Belgiumban is így van. Ja. Ez így pont így van, de mellette amúgy nem, azt mondaná, minden hogy, máshogy van. És, de hát Gyurcsány Ferenc annak idején, és akkor ennyi nem. Ez egy nagyon gyakori érvük, hogy ezt mondják, hogy valamelyik országban mi hogy van. Nem is tudom, már hol hallottam, de ez egy remek metafora volt rá, hogy mintha egy biciklit néznénk, amin nincsen se csengő, se lámpák, se fényvisszaverő, semmi, se fék, semmi, egy ilyen életveszélyes szar bicikli így állna, és akkor oda mennének, hogy bocsánat, ez a bicikli, hát ezzel nem lehet kimenni a forgalomba, ez életveszélyes. Nincs például rajta első lámpa, és akkor azt mondják, hogy de kérem, Belgiumban sincs rajta első lámpa, ott mégis engedik. Igen, de ott van hátsó lámpa, meg fényvisszaverő. Jó, de hátsó lámpa sincs. A Hollandiában nincs hátsó lámpa, de ott meg első lámpa van és fényvisszaverő. De fék meg mindenhol. Hát ez, igen, ez egy magyar sajátosság. Na, bazd meg. Mindig, amikor egy ilyen érvet fölhoznak, azért azonnal gondolhatjátok, hogy nem csak erről van szó. És amúgy, ha már a családtagok, ugye, akik nem közszereplők és nem politikusok, miért ment a Tiborcz meg a Ráhel tárgyalni Arábiába, a magyar kormány képviseletébe? Miért van az Orbán Gáspár Csádban? Én értem, hogy vannak ezek a másmilyen kultúrák, tényleg, ahol királyok vannak. Miért nem lett királyság, akkor sokkal jobban lehetne ezt magyarázni, hogy az Orbán összes rokona már Magyarország nevébe tárgyal. Szóval, hogyha át lehetne nyomni, akkor átnyomná az Orbán. Szerintem még úgy érzi, hogy nem érett meg. Mert senki más nem megbízható, csak a saját családja. Lehet, hogy ez csak egy zseniális húzás, mert hogy nem tudom, itt az arab országokban minden csomó helyen még királyság van, és akkor azt mondják, hogy jön tárgyalni a miniszter, akkor azt mondják, ki a, milyen miniszter, az nálunk is van 80. Ja. Kit érdekel, de jön a vezetőnek a fia, vagy a lánya. Az komolyan kell. Ide küldte a lányát. Rendben van. Igen, és mit csinál a lánya, hogy itt tárgyal? Hát van egy ruhaboltja.
akkor, akkor mindenki fel van jogosítva. Meg a barátnője fel a divat költésekért, az állami divat költésekért. Van ilyen? Igen, majd legközelebbre megkeresem, hogy ez hány. A férje meg az egyik leggazdagabb magyar. És nagyon gyorsan, nagyon fiatal lett ilyen gazdag, biztos nagyon tehetséges. Igen, ugye az Elios ügy az meg az O1-gés csávú, Simicska. Na. Ádám, úgy tűnik, hogy tegnap ugye megbeszéltük, hogy Kövér László felvette a hülye sipkát, úgy tűnik, hogy sajnos a Kocsis Mátének sem sikerült időben az orrához tennie az ujját. Kocsis Máté az minden hülyeséget bevállal. Ő a szuverenitásvédelmi agyhalott, ő a svédes NATO-s. Svédes is? Nem a kövér. Hát ő is. Megosztják a szamár sipkát. Ha a svédeknek fontos a csatlakozás, akkor ide jönnek, ahogy Törökországba is elmentek. Amúgy, tényleg, mint óvodába lenni. Most éppen ez a baj. Óvodába vagyunk. Azt érzem, hogy óvodába vagyunk, hogy ez megy. De kinek fontos, Ádám, ez a Euróatlanti Szövetség? Mondd meg nekem, ki a fasznak fontos az, hogy egy szabadabb világban éljünk? A svédeknek talán. Kocsis Mátének nem. Kocsis Máté beleszarik. Olyan furcsa ez az egész, nem? Hogy így, mint hogyha kényszerük lenne, hogy mindenki rüheljen minket. Hogy legyen miről beszélni. Van egy ország, ahol nincs kényszerünk, hogy rüheljenek, mert valahogy mindig az ő érdekeiket nézzük. Öreg Putyin országa, ott azért figyelünk rá, hogy nehogy ne, egy rosszabbuk ne legyen, vagy hogyha például behivathatnánk az orosz nagykövetet, hogy mik vannak a tankönyvekben. Hát ez így nem fontos. Velük jobb jóba lenni. Érdekes. De Amerika, Svédország, az egész EU, velük még direkt gecizünk. Nem értem. Az ember azt gondolná, hogy mintha nem az EU-ban, meg a NATO-ban lenni. A Gulyás Marci miatt benne. Gulyás Marci! Azt már elfelejtette mindenki. Most igen. Az a baj, hogy nem jönnek ide. De ha ide jönnének, akkor menjenek haza. Lájtok, hogy nem jó a Gulyás Marcira fogni, mert akkor túl sok figyelmet irányítanak rá. Vagy lehet, a Kocsis Máté megsértődött? Megtalálta már Kocsis Máté a dollárt, amit küldtem? Ha? Máté, megtaláltad? Akkor már megyek is a szuverenitás védelemhez. Igen, ez hoz vissza, légy szíves, az az egy dollár. Igen. Azt kaptuk, hogy ezért sorostól az egy dollárt. Azt mondta, ennyit ért a munkánk. Ez a kormányzat azzal nem kötözködik, akitől fél, aki erőt tud mutatni, mint ugye Oroszország, ami mindenki elmondta, hogy mekkora katonai ereje van, és aztán utána... De legalább oda mennének akkora. Tökösen, hogy akkor leszavazzák. És ezzel jönnek, hogy ja, hát a Fideszben nincs megegyezés. Igaz, hogy eddig 12 év alatt állandóan mindenben vigyázba álltak attól függően, mint mondott Orbán. De most így eljátszák, hogy jaj, hát vita van a Fideszben, nem tudunk sajnos így, nem tudunk kommunikálni, mert akkor kiderül, hogy ki az, aki megszavazza, meg ki nem. És akkor el kéne dönteni, hogy ki az, aki most a geci, és azt senki sem vállalja magára, hogy inkább nem megyünk be. Igen, ezt a hülye sapkát, ezt csak két emberre sikerült rárakni. Igen. Ezt nem tudjuk meg, hogy a Nacsa Lőrinc mondjuk kire fog szavazni, vagy a Fazekas Sándor, vagy hogy mire fog szavazni, hogy... Hát ez... Hát tudjuk, hogy ezek mind önálló véleménnyel rendelkeznek a Fideszben, mindig ez van. Sosem mindig ugyanazt mondja mindegyik. Persze. Most 13 év után először vita van a Fideszben. Az hozzátartozik, hogy azt mondták, hogy máskor is volt vita, csak hogy ezt belül szokták megoldani. Ezt nem lehet. Ez nem tartozik ám a nagyon közvéleményre. A mi általunk fizetett képviselőknek. Mi a főérvük, ami meggyőzhetetlen, még Orbán se tudja őket meggyőzni. Ezért fontos, hogy ne legyen a NATO-ban a Svédország. Hát nem figyeltél, Ádám? Nem jöttek ide. Ez a főérv. Hát most. De amúgy nem bánnak velünk tisztelettel, Ádám. Nem tisztelnek minket. Már pedig a tisztelet az nagyon fontos. Én tisztelek, becsülek, de amúgy ez milyen rövid nadrágos érvelés. Ez tényleg a legrosszabb ilyen izét. Utcai verekedés. De ezek, ha Trump lenne már, akkor csak szólna Orbán. Vitya, szavazd meg. Már 6-kor ott áll, hogy megszavazhass. Igen, Trump, nézd, szavazom. Nézd, büszke amúgy vagy rá. Nem vagyok biztos, ezen gondolkodtam én is, de lehet, hogy akkor a Trump meg azt mondaná, hogy ő neki nincsen szüksége. Amúgy mi lesz, amikor Trump megnyeri, összeakasztja a Trump a bajszát a Putyinnal, hogyha ilyen lesz, nem hiszem, akkor Orbán mit csinál? Két apu veszekszik. Mit csinálja? Mindeket olyan rajongok. Nem fogja összeakasztani a bajszát a Putyinnal. Ja, mert végre száborúnak. Az milyen már, hogy te van Amerikai Egyesült Államok, nyilvánvalóan sokkal nagyobb hatalom, mint Oroszország, és Oroszország meg meghekkeli, hogy támogatja lóvéval a Trumpot, megnyeri a választást, és az ő embere van a Fehérházban. Nem tudom, hogy mit érdekel. De hogyha elképesztő számomra, hogy a demokraták nem tudnak indítani egy valakit, aki egy nem... Egy 60 alatti ember? Hát valakit, akit nem a csecsemők vérével kell életben tartani. Tehát érted? Szóval valakit, aki nem egy vámpír. Nem igaz, hogy nem tudnak egy... nem értem. Valaki, aki nem egy vámpír. Jaj, tudod miért, Ádám? Mert ezek az amerikaiak, ezek kurva gonoszok. Jó, van ez így. Azt írta a Magyar Nemzet.
Pressman elvtárs Vorosilov Marshall és Andropov nyomdokaiba lépett. Ugyanis elment erre a parlamenti ülésre, ahol a fideszesek elfelejtettek elmenni. És azt írja a Magyar Nemzeten, névvel valaki, nem is csak szimplán a Magyar Nemzet szerintem ebben az esetben. Test közelből ellenőrizte a megbízó a magyar ellenzék feladat végrehajtását. Mi ez, ha nem a szovjet típusú diktatúra? Egyesek szerint nyomásgyakorlás történt, mások szerint csak ellenőrizte Pressman elvtárs, hogy az elvtársak végrehajtják-e az elrendelt műveletet. A lényeg, hogy a magyar ellenzék vezetője ma David Pressman volt a magyar parlamentben. A fideszes kommunistázik, annak megvan a szépsége. De a Putyin az nem kommunista. Ilyen durván és egyértelműen még a megszálló szovjetek sem gyakorolták a hatalmukat. Hát nem, mert Putyin nem szokott elmenni a szavazásra. Orbánik megcsinálják annélkül is, viszont hogyha tényleg döntenem kell, hogyha az ellenzék Amerika zsebébe lenne, a Fidesz meg a Putyinéva, ugye hát most nem kell mondani, hogy melyik mellett döntenék, de szerintem... Putyin. Nyilván. Nem lehet önálló véleménye egy csomó magyarnak az, hogy ezen nem kéne megecizni? Ez undorító, bazd meg. Ugyebár jöttek a szovjetek, voltak olyan kedvesek végigerőszakolni az országot, majd ránk erőltetni a mocskos szar kommunizmusokat, aztán a szabadságharcunkat leverni. Pozíciót segítettek de nagyon sok... Milyen szabadságharcot? Ilyen nácik voltak, nem? Nem azt, azt ja, de igen, persze, azt igen, az orosz tankönyvben. Igen, a nácik voltak, de nem a viszét a Bayer nagyapja, mert ő addigra már kommunista lett, úgy kommunista nyilas lett. Ilyen embereket hatalom közelébe segítettek, meg támogatták, hogy letépkedjék az emberek körmeit. Nagyon helyesen, ugye? És azt mondja, hogy ez, hogy a David Pressman, mint az Egyesült Államok képviselője Magyarországon, hogy az Egyesült Államoknak egyértelmű állásfoglalása van erről a helyzetről, hogy föl kéne menni a svédeket. Oda megy, és az így megtekinti, hogy na, történik valami? Na, hát, de tényleg egy nyomásgyakorlás. Van ez olyan, tényleg, mint a szovjetek? Tényleg magyar nemzet, bazdmeg. Ez olyan, mint a szovjetek? A nagyferó volt az a nagyferó, Jézus, Atya Úristen, amikor elkezdte mondani, hogy iszét, hogy az Unióba, abba, hát így berángattak minket, abba, hát elhiszed, hogy megszavaztuk. Emlékszem, bazd meg, én is értem, már emlékszem, Feró. A magyar nemzet nem ilyen szinten van. Ja, ő részeg volt, tudom. Olyan, mint a izé, a nagyferó a magyar, hát jó, nem akarom dicsérgetni, de hogy a nagyferó a magyar oziaszban, hogy pár évtized kiesett neki, nem? Csak ezek a rendszerváltás utániak voltak. Igen. Azt mondja, bazd meg, a magyar nemzet semmiben sem különböznek azoktól a kommunistáktól, akik 56-ban behívták a később ideiglenesen itt állomásozó szovjet csapatokat. Mi jöhet még? Ideiglenesen itt állomásozó amerikai lánctalpasok harcolnak majd a Corvin közben becsületes magyar hazafiakkal. Igen, szóltak neki, hogy amúgy a NATO az... NATO-ban szövetségi rendszerben vagyunk. És ebbe mi léptünk be? Az első bazd meg, hogy ugye nem egy olyan szövetségi rendszerben lépünk be, amelyik kirobbantja a háborút, meg mármint Európában ugye nyilván az Arábiában igen, folytatott háborúk, azok hát az... Engem érdekel, hogy mi volt a magyar nemzetes fejében, amikor retteg az amerikai befolyástól, hogy odaült egy nagykövet, miközben ő szövetségi rendszerükbe tagok vagyunk. A Bajár Zsolt is megírhatta volna a Népszabadságban, ahol ugye írt, hogy tudom én 87-ben, hogy de hát milyen a Varsói Szövetségnek a tagja vagyunk. Itt most nem erről van szó. Nem voltak megszálló amerikai csapatok, amit itt vizionál ez az agyhadot. Amúgy szürreális. És ezt elolvassa valami... De majd, hogy Oroszország kicsit elkezd már a határaink közelébe lenni, olyan hangosan fognak sírni, hogy hol vannak már az amerikai katonák, hogy megvédjenek minket. Ilyenkor hol vannak az amicsik, amikor meg kéne védeni, mert ezek nincsenek itt. 56-ban nem jöttek. Miközben hogy amikor meg nincs veszély, akkor úgy gecizünk, ahogy csak tudunk. És aztán meg mi fogunk a leghangosabban ríni, amikor nem lesznek itt rögtön a határon, hogy megvédjék a magyarokat. Hát de NATO-ban vagyunk, hát itt kéne lenniük megvédeni minket. Nem lehet minden. Tényleg? Ez tényleg egy Origo, egy Russia Today szint, egy orosz hírek Facebook csoport szint. Itt tart a magyar nemzet. Gratulálunk neki. Tényleg ezt így elolvassa valaki, aki csak innen tájékozódik, és ezt így elhiszi. Ez hazárulás. Hazárulás sípot. Megfújjon. Hazárulás. Gratulálunk Tóth Tamás Antal, gratulálunk magyar nemzet. Na, ez tényleg elment volna a kommunizmusban. Ez a cikk. Ez pártlapba lejöhetett volna bármikor. Hát le is jött. Ó, édes Istenem. Szóval, ha már a Trumpról beszéltünk, hogy mi történne, hogyha Trump lenne hatalmon, nézzünk meg egy videót, hogy mi történne, hogyha Trump lenne hatalmon. Béke lenne? Rend? Jaj, ne. Oh. De angol lesz, ugye? Angol lesz. Lesznek szívesek megtanulni most angolul, de amúgy össze tudjuk foglalni majd, mert jó, nem hát egy hosszú videó. Let's review the majority's border ideas that they've actually presented. Here they are. Mi? Tehát ez valami vicc?
a határa, miket javasoltak, hogy... Ezt a Donald Trumpék, ez, mondjuk már Donald Trumpék néha tényleg azt hiszem, hogy viccelnek, azt nem. És szerintem ezt nem mind a Donald Trump mondta, tehát itt, ez itt egy, azt állítja ez az űrge, hogy igen, de ez nem mind a Donald Trump. De mondta. Az űrge, aki állítja, az... Ő nem a Donald Trump, vagy mire gondolom? Nem, hanem hogy ő most egy demokrata, aki próbál lejáratni őket, vagy egy... Igen, igen. Demokrata, aki próbál lejáratni. Igen. Donald Trump actually has said that he wants to build alligator moats along the border. That's one of his... Ezt tényleg mondta Trump? Én nem vagyok benne biztos. Én nem vagyok benne biztos, de szerintem ezt valamelyik embere mondta, vagy valamelyik protezsátja mondta. Hogy alligátor gátat akar? Hát adta sok alligátor Floridába, és akkor az lenne ilyen várárok végig a határkerítés előtt, és abban alligátorok lennének. Ez jó ötletem. Úgy távol tartaná az embereket. Another idea that Donald Trump has promoted is he actually wants to electrify the border fence and maybe even put some spikes. Erre úgy emlékszem én is, hogy ezt mondta, hogy áramot kell vezetni. Amúgy figyelj, az alligátor is illene a Trumphoz. Igen. That's another Donald Trump and MAGA majority. Jó, hát áramot vezetnek, oké. Okay. Persze. Another idea, which I'm not sure how well it would go, is he wants to actually bomb northern Mexico with missiles. That's another. Én erre sem emlékszem, de ez valószínűleg sok mindent megoldana. Biztosan... Lebombázzák Mexikót. Hát, hogyha lebombáznák Észak-Mexikót, akkor valószínűleg ugye nem lenne még több menekült. Azt tudja, hogy azért a amerikai gazdaság az nagyban épül a bevándorlókra. Szóval most minden bevándorlót kirúgnának Amerikából, akkor összeomlana a gazdaság. De miért nem visznek ők is filipínókat? Nagyon jó filipínó munkaerő. Vannak nem cégeink, kéne, hogyha érdekli őket. Nem kell mexikaiaknak se többet fizetniük, mint a filipínóknak szerintem. Csak azért az amerikai gazdaságnak a bevándorlók, akár a mexikóiak, akár az ázsiaiak, szóval nagyban nem lehet most már nélkülük működtetni. Hát valószínűleg az agráriumot ugye a fekete vagy szürke munkaerő nélkül azt nem lehetne így működtetni. Nagyon sok helyen dolgoznak. Igen. And finally, I think one of the ones that I think is the most grotesque is suggestions that instead we should maybe just shoot migrants in the leg. Lábon kell lőni. Lábon kell lőni, aki átmászik a kerítésen. Szerintem, hogyha lebombázzák Mexikót, és van egy ekkora kerítés, ami áramos, átjön valaki ezen, hogy áramos kerítésen, átugrál a krokodilokon, én nem lelőném, hanem felvenném rögtön valami munkára. Hát de bazdmeg, akkor ő átment. Azt mondom, hogy ilyen ember, aki áramos kerítésen, megharcol a krokodilokkal, és itt vagyok dolgozni, azt mondom, fel vagy véve. Mit szeretnél dolgozni? De várjál, Ádám, ezt nem mondták ám. Ezt nem mondták, hogy vissza is toloncolnák. Ja. Tehát, hogyha a lebombázott Észak-Mexikóból átugrál az aligátorokon, és az áramos, 3 méter magas kerítésen átugrik, majd lábon lövik, utána dolgozhat. Trump az szórakoztató, ha más nem. És örülök, hogy a magyar miniszterelnök az a legnagyobb fannya. És mindent egy kockára tettünk föl, hogyha nem a Trump nyer, akkor szarba leszünk. Trump nyer, akkor meg más. Nem, annyira leszünk szarba, mint most. Nem vagyunk szarba. Ja, azért most eléggé arra tette föl az egészet az Orbán, hogy azért a Trump megnyer, és akkor nekünk jó lesz. Ami lehet, hogy tényleg megnyeri. Az érdekes, hogy valaki vissza tud térni, és újra elnök lesz 4 év után. Szerintem itt semmi tétni. Biztosan. Ez érdekel, hogy volt ilyen. Általában úgy szokták, hogy újra választják őket. De hát majd megnézem. Biztos, nem tudom, lehet, majd a szirmét csak... megkérdezhetjük róla. Nem mostanában. Viszont ha már felmerült ez, hogy ténylegesen ezt mondta Donald Trump, nézzük meg egy másik idevágó videót. Fú, az meg a Joe Rogan, az nem tudom miért van ennyire felszopkodva. Egy idióta szerintem. Persze szórakoztató alak, de hogy azért nagyon sok fasságot tud beszélni. Nagyon sok álhír, meg baromságot terjeszt. Értem, hogy jó pofa, jó fej, de hogy annyira föl van szopva, amit nem teljesen értek. De ez amúgy jó tanulság, és nálunk is ezt le lehet vonni, hogy attól, hogy Joe Rogan mondjuk egy legnépszerűbb podcast a világon, úgy, hogy kecés a hülyeséget beszélne. Szóval attól, hogy sokan nézik őket, ugyanúgy, nem az, hogy mi is megtehetjük, és mi megtesszük anélkül, hogy megtehetjük, de hogy attól, hogy valamit sokan néznek, nem kell azt hinni, hogy már rögtön ott egy óriási csapat. Az a lényeg, hogy mondott valami hülyeséget a Biden, aztán kiderült élő adásban, hogy azt a Trump mondta, és a Biden csak hogy élcelődött a Trumpon. Igen, de tehát azt mondta, hogy a 1776-ban ez egy probléma volt, hogy az amerikaiaknak nem volt elég repterük a függetlenségi háborúban. Valóban. Sok nem volt. És akkor így érdekes, hogy mikor leesik nekik, hogy igazából Trump mondta, az hol van? Azonnal hangnemet váltana. Is that fake? It's not fake, but he was referencing Trump saying that.
Here's Trump saying it in 2019. Oh. Donald Trump said something about that. He didn't say Jesus. He said a stable genius, and that's where the transcription. Let me hear what it says. What did he say? Our army manned the airport. It ran the ramparts. It took over the airports. It did everything it had to do. Oh, okay. Yeah. Yeah, he did. But I feel like that's the airport. Tell too. It sounds like a little different. He's like, you could tell he like messed up his words, but. Yeah. Jaj, és ha Trump mondta, akkor már rögtön mentegetik, jó, már igazából ő mondta, akkor... Megbotott a nyelve. Igen, akkor semmi gond ez. Ja. Amúgy tényleg zseniális, hogy röhögnek valamin, milyen hülyeséget mondott, és kiderült, hogy a Trump mondta, hát így már nem is olyan hülyeség. Ja, hogy máshogy hangzik azért. Igen, azért így már értem. Mm. Nem értem, hogy ilyenkor nagyon szépen látszik a kettős mérce amúgy. Pedig aztán tényleg a... De miért nem lehet elismerni? Ezzel, hogy ennyire keveset várnak el a Trumptól, ezzel magukat is meglopják. Nem a Bidennel basznak ki, hanem magukkal. Na de, most már fontos hírek jöjjenek. Fontos véget hírek. Ért a casting. A hallgatók szavazhatnak arra, hogy kijöjjön be a Balázsék mellé a stúdióba. Úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy menjen és szavazzon Alekoszra. Sajnos Alekosz nincs. Ó, ott van a lehetőségek között. Úgyhogy légy szíves, könyörgöm, mindenki menjen, nyerje meg az Alekosz, és egyék meg a levest, amit főztek. Fú, bazd meg, ez tényleg remek. Én értem, hogy aranyos meg minden, hogy a közönséget szavaztatják meg. Hogyha nekünk lenne egy műsorunk, és a harmadik embert keresünk, biztos, hogy nem engedném, hogy a közönség döntsön. Jó, de ott náluk jobban be van a közönség. De ez nem, ebben nem vonod be a közönség. Ez egy olyan döntés, hogy ezt neked, mint műsorkészítőnek tudnod kell, hogy akkor kivel fogsz jól működni, kivel működik, kivel fog hosszú távon működni. Ezt nem lehet a közönségre bízni. Ezt neked kell tudni, neked azért az a munkád. De hát voltak mások is, Puskás Peti, Rozina, Fruzsina, Ábel Anita, Ásku Eszter, azt hallottam, hogy nagyon jó volt. Hát meglátjuk, hogy ki lesz. Elhiszem, hogy nem a közönség fog dönteni, de akkor meg az az átbasztás, hogy miért csinálják úgy, mintha ő döntene. De hogyha oda van írva, a döntés a te kezedben van. Akkor meg, vagy férfi, vagy a helye van kihagyva. Igen, ez az elég árulkodó, de hogy vagy akkor csak ennyire hülyének nézi a nézőket a Balázsék, ami ugyanúgy nem jó, vagy rábízák a döntést a nézőkre, ami szerintem ugyanúgy nem jó, akkor melyik? Most vagy átbasznak, vagy hülyeséget csinálnak. És azt nem lehet, hogy csak egy geg. Akkor viszont az te átbaszásnak minősíted? Egy geg? Hát akkor átbaszott minket a Telex. Nem mindegy, kíváncsi vagyok, hát hogy ki lesz. De valakit nem hívtak meg, hogy bóbaadás. Én is ezt akartam mondani, hogy elkeveredhetett a meghívónk valahol, sajnos. De szerintem a Henriket szívesen ment volna, ők úgyis rádiózni akarnak. Lehet azért indult a trió. Nem? Lehet, hogy az lesz, hogy azt mondjuk inkább rádió, hogy figyelj Balázs, amúgy is kurva drágák vagytok, takarodjatok innen, és a triót berakjuk helyet. Amúgy szerintem nem lenne sokkal rosszabb. Én nem mondom azt, hogy a trió reggeli műsora az a világ legjobb műsora, de a Balázsék helyett amúgy elkattogna. Igen, nem, mert utálod a Balázsékat. Nem utálom, csak nem tartom túl jóna. Én egy reggeli műsort kedveltem Magyarországon, azt hiszem az volt a cím, hogy Kamikaze, és a Gangsta Zoli volt benne. A Gangstát miért nem hallgatták meg? Szerintem a Gangsta az remek. Ez beleszarik. Ő kimond mindenféle ocsmányságot. Lehet, hogy akkor azért nem hívtál. Valószínűleg ezért nem maradhatott túl sokáig a rádióban. Most már akkor jönnek tényleg a fontos hírek, a Joy magazin szállítja. Most nem sikerült bekerülnünk a magyar reggeli rádiózás krémjébe, akkor talán majd következő életünkben. Mert? Joy, a lélek 7-szer születik újra, ebből tudhatod, hányadik életed éled most? Hányadik életemet élem, Ádám? 7-szer születik újra a lélek? Na várjál, de az újra, akkor 8 életed van? Hát nem tudom, nem a macskáknak van 7 élet? Igen, de úgy tűnik, hogy az embereknek 8. Vagy az első, amikor újra születik először. És utána mi lesz a lélekkel? Kiderül? Te is kíváncsi vagy arra, vajon a lelket hányszor járt már ezen a világon? De amúgy valahol meg azt mondják, hogy több ezerszer, meg végtelenszer jön. Nem, kussolj már, itt mondja a Joy magazin. A korábban. Mi az, okay. Most... több ezerszer? Ki mondja 100 000 éves szent könyve? Azt mondja az egyszerű ember. Mi több ezer? Mi is az a hülyeség? Hát csak 7-szer! Hogy lehet ilyen hülyeséget állítani, hogy több ezerszer? Mindenki tudja, hogy 7. Milyen hülyék ezek? Na, ezek a koreaiak. Egyétek a kutyát.
Tessék, itt van egy átlag magyar. Ez zseniális lehet amúgy élőben átélni, nem? Hogy valaki tényleg így érzed a közösséget, hogy röhögtök valami hülyeségen, és aztán kimondja a szájával a hasonló baromságot. Ha hiszel a reinkarnációban, akkor valószínűleg elgondolkodtál már azon, milyen lehetett egy-egy korábbi életed. Te is gondolkodtál már ezen, nem? Persze, erre van egy kapacitásom. Igen, igen. Te voltál Sztálin előző életedben, nem? Nem, az a Gulyás Marci volt. Nem tudhatjuk. Igen. Gulyás Marci Sztálin reinkarnációja? Nem tudhatjuk. Én csak kérdezek. Ez dönts el a néző. Sikeres emberek. Bizonyos hitek szerint magunkkal hozzuk a karmánkat, így amit előző életben tettünk, az a jelenlegiben csapódik le, bizonyos hitek szerint. Ez jó, mert akkor rá lehet fogni a dolgokat az előző életre, nem a te hibád. Hát amikor lehívtad a lelket, ugye? És talán ez lehet az oka, talán, annak, ha gyakran vagy balszerencsés, vagy egy szerencsés. Pénzt kapnak a Joynál ezekért a cikkekért. Hét életet élünk, de akkor mi nem hétszer születünk újra, bazdmeg. Akkor hatszor születünk újra, nem? Hétszer születünk meg, de csak hatszor újra. Nem tudnak számolni. És ki számolja? Na mindegy. Merőben eltérnek egymástól. Teljesen más nehézségekkel most kell. Megtudhatod, hogy hányadikba vagy, bazdmeg. Van-e még időd? Jó, de én a következőt majd több száz év múlva akkor akarom élni, amikor már csillagokba utazhatunk, és akkor űrhajóba mennék. Ezt lehet ilyen kívánságokat leadni? Szerintem ráírhatod egy papírra, és elküldheted valakinek. Olyan furcsa, hogy belegondolni azok, hogy ezeket a cikkeket mi olvasgatjuk némi ilyen szarkazmussal, de hogy vannak emberek, akik micsoda? Micsoda? Már lehet, ezt megosztom a Facebookon, ez nagyon okos dolognak tűnik. Látod, és így megbeszélik. Elhoztunk minden élet, várjál, ez nagyon fontos, minden élet jellemzőjét, a leírásból pedig megállapíthatod, vajon te is családtagjait hányadik életeteket éritek. Na végre. Milyen jó program lehet, hogy megszámoljátok, hogy anyád az csak a második életében van, de te már a hetedikben, úgyhogy hát akkor majd te megmondod, hogy az újszülött szakasz. Sokszor érezheted, hogy semminek sincs értelme. Nem lehet, hogy az ember az élete során is mondjuk máshogy vélekedik gyerekkorában, meg öregkorában, meg amikor 30-as, amikor 40-es, és akkor nincsen, hogy az ember... Na jó. Ádám, ezek a kérdések. Tehát az élet állandóan akadályokat görget eléd. Az mindegyikre igaz, nem? Semmi sem sikerült terv szerint. Ez szerintem ez még senki lesz. A lélek első élete nem könnyű, de folyamatosan új tapasztalatokkal gazdagít. Na, akkor azért ilyen nehéz az életetek, bazdmeg, az első, azért. Mm-hmm. Második a tanuló szakasz. Aha, és igen. Ott tanul valaki. És akkor tovább viszem a következő életemre? Én avatár leszek, vagy mi a franc? Felfedező szakasz. Szóval, hogyha valaki sokat utazgat, az a harmadik életét. De várjál, azt mondja, hogy folyamatosan vágysz arra, hogy új élményekkel gazdagodj. Hát ez csak a harmadik életed lehet. Akkor. Hát ilyet még senki nem tapasztal. Szerelmes szakasz, de... Szerelem és az érzelmek kerülnek a középpontba. Akkor mindenki épp a negyedik szakaszát éli, akivel ez előfordul. Igen. Okay. Álomépítő szakasz. Aha. Sokat kalandoztál, és most már az álmokat kell beteljesíteni, kemény dolgozol. De ez tényleg végigmegy az életem, bazdmeg, értem. Önzetlenség szakasz. Aha. Ha itt tartasz, akkor mások valószínűleg nagyon mert önzetlennek tartanak téged. Mert ez valaki bejárja ezt egy életen át ezeket a dolgokat. Faszom, oda van írva. Most mit? Nem tudok mit mondani mi neked. A nyugdíjas szakasz. A transzcendencia szakasza. Akkor ezek, akik ilyen Joyt olvasnak, azok mindebben vannak már, bazdmeg. Ők a legbölcsebbek. Szóval élik az életet, szerelmesek, utazgatnak, másoknak segítenek, aranyos mind. De a legbölcsebb akkor lesz, amikor elérsz a spiri korszakodba. Na az a hetedik élet. Az azt jelenti, hogy már mindent megtapasztaltál, te is spiri leszel, mint a szívfényt oktatsz, meg minden ilyesmi. Te még egyszer eljutsz oda. Egyszer eljutok. Egyszer megbomlik az elmém nekem is. És akkor én is a nagyferó már itt van ebben a szakaszban. Fú, hát ő már ezen túl van szerintem. Már véletlenül még egyszer visszaküldték. Egy kicsit tanulni. Valami hiba folytán a nyolcadikban van, és ez már, nem minden működik úgy, ahogy kéne, de alkohol se segít szerintem ezen. Vagy a holdvíz, bocsánat. Minden reggel egy kupica holdvízzel kell. Jó, hát legalább ezt is tudjuk, Csokker. Én úgy érzem, hogy tudással gazdagodtam. Megjelent az Apple Vision Pro, ami egy VR készülék, de inkább AR, ugye az a kiterjesztett valóság is. Amúgy én imádom az ilyen tech dolgokat, amikor új tech cuccok jönnek be, szóval így megnéztem egy rakás videót róla, mert érdekelt, például itt van Marcus Brownlee-nak is van róla kettő videója is, meg egy unboxing, azokat is megnéztem, meghallgattam egy csomó dolgot, nem úgy érdekesnek tűnik. De tudom, hogy ilyenkor azon, hogy az Apple kiad valamit, akkor jönnek az emberek, akik utálják, mert hogy az Apple az olcsóbban meg lehet kapni itt, és akkor meg vannak, akik
meg megveszik vakon mindent, amit az Apple ők kiad. Ők is azt mondják, hogy az Apple. Ők meg azt mondják, hogy ú, Apple az mindig jó, de közben ez nem azért, hogyha nem vagyunk ilyen elvakultak, akkor az igazság azért a kettő között van. Mert ugye nekünk is szokták mondani, hogy ne használjunk Apple-t, mert Ubuntu-t is tudnánk használni, és akkor oké, majd. Tegnap láttam egy Linuxot, átmásoltunk egy külső vinyóról, egy másik külső vinyóra valami. A programozás volt. Be kell nem, programozni. Nyilván nagyon kemény. Megvan a Microsoft termékeknek is az előnye. Például a Stream arról megy, mert egy csomó dolog, azt is használjuk, de megvan az előnye mondjuk az Apple-öknek is, hogy mondjam, például az, hogy működik. De ugye, és akkor ilyenkor, amikor mondjuk ezt nem értik egy csomó, hogy amikor napi szinten azt kell, hogy valami megbízhatóan működjön, mert mondjuk napi szinten videókat gyártunk minden, akkor fontos, hogy megbízható legyen és működjön, akkor nem az van, hogy ú, de nézd, tudnánk is spórolni egy kis pénzt, és akkor 50 jó, forintot. Igaz, hogy nincs rá program, amit használnánk, mert nem jelent meg rá a program, de, de hogyha így ráhekkeled ezt a programot, és úgy, akkor így valami lehet. Ádám, már látom, megint fogjuk kapni a 80 e-mailt. Légy szíves, ne írjatok, tudjuk, hogy nem értünk hozzá, bassza meg. De mégis ez az élménye a felhasználónak, hogy most a Linux-al valóban több a baszakodás, ezt nem tudjátok megmagyarázni nekem. Csak nem, nincs mit magyarázkodni, mert nincs ez a program a Linux-ra, amit használunk. Akkor telepítsél rá egy virtuális számítógépen egy Mac OS-t, és akkor ja. Mit nem értesz, basszus? Na mindegy. Hiába magyarázom neked. Minden van, amire jobb a Microsoft, valamire meg például filmes, zenés munkákra jobb az Apple. De ez az Apple Vision Pro, az úgy vagyok fel, hogy szerintem nagyon érdekes az, hogy az Apple beszállt ebbe a bizniszbe, az ritkán szokott már kockáztatni. Az Apple általában később száll be dolgokba, akkor viszont valami nagyobbat gurít. Általában ez van. És most is ez történt? Vannak benne olyan dolgok, amik így most a legjobbak így a VR terén, a legjobb a felbontása, vannak újítások, de szerintem inkább ez az érdekesebb Apple Vision Pro-ban, hogy egyfelől az, hogy minél többen beszállnak a VR-ba, meg kiterjesztett valóságba, az iparágat előre tolja, mert még több felhasználót behoz, új embereket behoz. A konkurencia mindig jó. Tehát az, hogy mondjuk a Metának van egy konkurenciája, még egy, az biztos, hogy sokat fog segíteni, meg egy kicsit másokra is célhoz, mert ez nem játékra van. Meta Quest, ami nekem is van, az mondjuk inkább játékra van. Szerintem ilyenkor nem az kell háborogni, hogy így mondják az emberek például, hogy tök jó munkára, mert ugye Apple dolgok tök jól működnek egymással, szóval ezt felvenném, ezt a képernyőt most ugye ki tudnám ekkorába rakni és úgy vágni. És akkor azt írják, hogy meg lehet ezt csinálni a Meta Questben is, tudom, hogy meg lehet, van nekem is, csak nem olyan jó. Ez már munkára már nem jó. És hogyha dolgozol, akkor fontos, hogy munkára jó legyen. Ez valóban így van? A munkaeszközöd az fontos, hogy működjön, igen. Amikor akarod, hogy működjön? Igen, szóval más az, hogy így össze, ha ezt így úgy csinálod, meg így, akkor valami félmegoldás így összejön, ami kicsit laggol, meg más az, hogy felveszed, és már megy is. Ez a különbség a kettő között, de nekem, szóval még mondom, nekem nincs ilyen Apple-öm, Metán van, szeretem, tök jó bizonyos dolgokra, de itt is inkább az az érdekes szerintem, hogy, és ezért tök jó, hogy csinált az Apple, hogy vannak tök jó technológiák, amikre tényleg tök jó lehet, és nem kell rögtön ugatni mindig, hogyha bejön egy új technológia, hogy az, ennek mi értelme, nagyon drága, meg minden, és akkor ezen föl vannak háborodva az emberek. Ugyanilyen volt, amikor bejött az első okos telefon is, az emberek háborogtak, hogy mire jó, hülyeség, drága, valahol el kell kezdődni egy technológiának, és majd 5 generáció múlva már lehet, hogy egy csomó újítás lesz benne, kisebb lesz, könnyebb lesz, olcsóbb lesz. De ahhoz, hogy egy technológia elinduljon, az általában az első generációk azok még nem tökéletesek, azok még drágák, de ez kell, hogy egy idő után te is megvesd majd az olcsó okos telefonodat. Amikor bejött az Apple az első iPhone, azt is kiröhögték. És láthatóan az eléggé abba az irányba ment el minden okos telefon utána. Ez is legyünk türelmesek, világot, ugye? Legyünk türelmesek, szerintem tök jó, hogy bejött. Én szívesen kipróbálom, de valószínűleg megvárom majd a nem tudom hanyadik generációt vele, ami majd egy kicsit kisebb lesz, egy kicsit jobb lesz, kicsit olcsóbb lesz. Mondjuk olcsóbb nem biztos, hogy lesz. De szerintem amúgy magába ebbe a kiterjesztett valóságban, hogy gyakorlatilag így látod a világot, most ugye arra még nincs technológia, hogy átlátszó, hanem egy képernyőt látsz, ami felveszi a kamera a helyet, vagy olyan jó technológia, ami az, hogy rendesen átlássál, és utána még képernyőt is tudjon belőle csinálni. Az az érdekes, ami potenciál, mert már csinálnak ilyen, volt a Markusnak a videójában is, ilyen terveket, hogy miket lehetne ezzel csinálni, és volt egy tök jó, hogy valaki megcsinálta, hogy mondjuk valaki nézni akar
akár foci meccset, de mondjuk ott Forma 1 volt, hogy akkor ott a tévén, amit ugye akár mekkorára megcsinálsz, megy a Forma 1, és az asztalra meg ott van 3D-ben a Forma 1-es pálya, és látszik, hogy melyik autó hol van. És hogyha közel mész, akkor még azt is mutatja így. Nyilván tudom az képzelni, emberek... hogy izgalmas legyen a Forma 1. Foci meccset is úgy nézed, hogy rendesen nézed, és ha lenézed, az azt mondta, hogy egy foci pálya, és akkor látod, hogy tudod ki hol van, visszajátszásokat csinálsz. Igazából most még alig van rá, de igazából ilyenkor az az érdekes, hogy azt kell nézni, hogy 10 év múlva vajon milyen érdekes dolgokat tud ez a technológia alkalmazni. Ha mondjuk ott tartani, hogy már csak egy szemüveget veszel föl, és akkor mondjuk főzéskor mindenbe segít, hogy nem tudom, most mondok hülyeséget, de valakinek ez nem szükséges, de hogy mutatja, hogy hány gram kell, szól, hogyha valami lejárt, lehet majd mindenben segít. Ha mondjuk nem tudsz főzni, segít neked, hogy főzzed meg. Konferenciákra is, de inkor az az érdekes, szerintem, hogy az Apple beszállt, akkor valószínűleg hosszú távra tervezés, hogy ebből mennyi dolgot ki lehet hozni majd 10 év múlva, szerintem az lesz az érdekes, és örüljünk, hogy van, aki ilyen drágán is majd megveszi. Ez én első generáción azt gondolom, hogy azért az Apple-nek is ez veszteséges, de majd hosszú távon meg. Megtérül vagy nem. Nem kell minden új technológiára csak háborogni, hogy drága meg minden, mert minden új technológia drága az elején, de jó esetben majd mire már téged érdekelni fog, addigra olcsó lesz. Csak ahhoz az kell, hogy elinduljon valahol. És itt jelezném meg, tehát ez az Apple Windows Linux vitához a vonatkozó Filthy Frank epizódot mindenki nyugodtan nézze meg, és akkor megtudhatjátok. Nem abban azt mondja, hogy a Fairbairn? Ja, várj, abból nem vágom, hogy mi volt az Apple, meg a... Az is jó. Hát az a két ausztrál testvér, az ja, mindig nem vicces. Emlékszem, mert az sketch. Mindig, akkor megnézzük most, hogy lenyomjuk az epizódot. Jó? Ja, az is érdekes. De az már, az például, az nem AR technológia, hogy ahogy majd az is egyszer valóság lesz 10 évben belül, valószínűleg nem is kell 10 év neki, hogy fülest beraksz, és akkor mondjuk beszélgetsz valakivel, és mondja neked németül, és te már magyarul hallod a füledbe. Ezek fantasztikus dolgok. Amúgy ez érdekes. És majd mondhatjuk, hogy ez a generáció, ami ebben nőtt föl, az már ezek már. Amúgy ez is érdekes tényleg, hogy milyen kihívások lesznek, hogyha így nősz föl, hogy alapból ilyen technológiákkal vagy kisegítve, és egyszer mondjuk otthon hagyod az összes ilyen eszközödet, és úgy kimész az utcára. Kinyilatkoztattuk az igazságokat, mindenki meghallotta ma mi a... Ja, hát az AR az tényleg érdekes lesz, de a Quest sajnos annyira azért nem jó. Ebben most tényleg jobb lett ez az Apple Vision, de valószínűleg a következő Quest már nagyon jó lesz ebbe is, mert teljesen más, ahogy a teret látod, meg minden. Már ennyi volt, mennünk kell, dolgozni kell. Menjetek Isten hírével, vigyétek a műsor hírét, mutassátok meg az öreg apátoknak, basszátok fel az agyát Kocsis Mátén élcelődéssel. És aztán térjetek vissza holnap az újabb igazság kinyilatkoztatásokért, mert mi holnap ismét itt leszünk. Kérdés már csak az. Hogy ti itt lesztek? Fearless.